Sziasztok és üdv újra itt a csatornámon. Igen, nagyon eltűntem. Úgy ez elmúlt egy évben talán összesen 4 vagy 5 videóm, ha volt. Többen is megkerestetek, mind a YouTube-on, a videók alatt kommentekben, mind pedig az Instagramon írtatok nagyon sok üzenetet, hogy mi van velem, miért tűntem el, mikor térek vissza a videókkal, mégis mi történt, lesznek-e még videók. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy most szolgálnék nektek egy kis helyzetjelentéssel. Egyébként itt vagyok, a Canyon Lake-nek a gátján sétálok. Ez a hely nem messze van a munkahelyemtől, úgy nagyjából 5 percre kocsival, és ebédidőben ide szoktam kijönni. Kicsit szellőztetem a fejemet, valamint szeretnék ugye mozogni is. És mint láthatjátok, éppen borús, esős időnk van, amire nagyon nagy szükségünk volt, hogy megérkezzen. Már közel 2 hónapja, hogy nem kaptunk esőt, és ennek köszönhetően nagyon nagy a szárazság. Igazából ugye az elmúlt 3 évben elég nagy a szárazság itt Texasban. Ez a tó, amit itt mögöttem láttok, ez egy elég nagy tó, egyébként egy mesterségesen kialakított tóról beszélünk, tehát nem egy természetes tó. Annyira alacsony a vízállás, hogy a hajókat és csónakokat nem is nagyon engedik rá a vízre. Például itt mögöttem láttok egy szigetet, ez nem volt itt. Tehát ez a szárazságnak köszönhetően jelent meg. És itt mögöttem láthatjátok ezt a részt. Ezt itt a víz mind ellepte, úgyhogy ennyire alacsony a tónak a jelenlegi vízállása. Mögöttem pedig a gyönyörű szép Hill Country-nak egy része látható itt Texas szívében. Igazából elég sok minden történt az elmúlt egy évben pozitív, valamint negatív értelemben. Hogyha visszaemlékeztek a márciusi videómra, akkor ott említettem, hogy a jóga az egy nagy szerelem lett az életemben, tehát ma már jóga nélkül nem is tudnék élni. Most már ugye több mint 1,5 éve majdnem, hogy napi rendszerességgel jogázok. Többféle jogaformát is kipróbáltam. Voltam jóga stúdiókban is, voltam ugye Costa Ricában egy jóga retreaten is, tehát szerettem volna nagyon sok mindent megtapasztalni vele kapcsolatban. Majd végül eljutottam arra a pontra, hogy jó nekem otthon egyedül jogázgatni, mert hát, hogy is mondjam, ezek a jóga stúdiók elég érdekesen működnek itt az USA-ban. Az ilyen jóga retreatekkel kapcsolatban is ez a Costa Rica egy nagyon jó élmény volt, tehát maga, mint ország. Costa Rica egy életre belopta magát a szívembe, de ilyen jóga retreatre többet nem fogok menni, mert ez nem nekem való. Pont a minap láttam a Facebookon egy olyasmi posztot, amiben arról beszéltek, hogy a jogában az a jó, hogy egyik valláshoz se kell tartoznod. Tehát nem kell buddhistának lenned, nem kell hindunak lenned ahhoz, hogy jogázzál, ahhoz, hogy a jogát mint mozgásformát üzd. És én ezt az elvet vallom, úgyhogy én maradok otthon és magamnak jogázom. Ezzel nagyon sok pénzt megspórolok egyébként, mert elég borsos ára van annak, hogyha egy jóga stúdióba szeretne valaki járni. És akkor most lapozzunk, térjünk át arra, hogy szerintem márciusban a videóban meséltem nektek arról, hogy mennyire stresszes volt a 2023-as év második fele, és bizony ez a 2024-es év első felében sem változott abszolút semmit. Arra már nem emlékszem, hogy a márciusi videómban említettem el, de én már tavaly novemberben elkezdtem új munkahely után keresgélni, mert tényleg annyira stresszes volt az előző munkahelyem, és csúnyán mondva annyira sok volt a baszogatás a főnökség részéről. Olyan sokszor kellett a szőnyeg szélén állni,
tényleg nonsense dolgokért, hogy ezt már nem lehetett tényleg idegekkel tovább bírni. Egyébként elég nagy volt az átforgás, tehát elég gyakran mentek el emberek, és vettünk fel új embereket. Tehát nagyon sokáig jelentkeztem, azt hiszem nagyjából 6-7 hónapig, de lehet, hogy 8 is. Folyamatosan jelentkeztem munkákra, többek között jelentkeztem állami munkahelyekre is, jelentkeztem a rendőrségre, 911-es diszpécsernek. Ez igazából azért fordult meg a fejemben, mert nem tudom hányan vagytok, akik tudják a nézőim közül, talán korábbi videóimban már említettem, de én Magyarországon rendőr voltam, és bár nem szerettem volna, és a mai napig sem szeretnék újra rendőr lenni, de megfordult a fejemben, hogy milyen lenne rendőrségen dolgozni. Maga a felvételi eljárás egyébként nagyon intenzív és nagyon érdekes is. Hogyha szeretnétek, erről készítek külön egy videót, mert érdekes lehet egyébként. Nekem is új volt, összesen 4 rendőrségre jelentkeztem, ebből mind a 4-nél volt interjúm, és mind a 4-nél különböző interjúim voltak, tehát nem volt 2 egyforma interjúm, és az egyik rendőrségen még alkalmam is volt arra, hogy beüljek egy órára a 911-es diszpécserek közé, és megfigyeljem, hogy mit is végeznek ők, hogy is zajlik egy óra a 12 órás műszakukból. Nem kerültem be egyébként egyik rendőrségre sem, az egyiken várólistára tettek, egy 6 hónapos várólistára. Annak az oka, hogy miért nem kerültem be, hogyha tényleg érdekel benneteket, akkor tényleg nagyon szívesen készítek róla egy videót, amelyben elmondom nektek, és akkor megemlíteném azt is, hogy a TSA-hez is jelentkeztem. A TSA azok, akik a repülőtéren ugye átvizsgálnak, mielőtt bementek a kapuhoz, ez az Airport Security. Nekik is egy nagyon hosszú és nagyon intenzív felvételi eljárásuk van. Úgyhogy tényleg, hogyha érdekel benneteket, hogy ez hogyan zajlik, és milyen procedúrákon kell keresztül menni, akkor írjátok meg a kommentbe, és tényleg nagyon szívesen készítek róla nektek videót. Természetesen más munkahelyekre is jelentkeztem, több interjún is voltam, de azt kell, hogy mondjam, nagyon nehéz munkát találni, tehát karriert váltani nagyon nehéz. Tehát szinte 10-ből 8 helyen azt mondták nekem, hogy túlképzett vagyok az állásra, és ők nem tudják ezt az árat megfizetni, amit én kérek a bérezéshez. Volt, aki vissza sem írt, tehát be sem hívott interjúra, egyszerűen csak kaptam egy e-mailt, hogy köszönjük szépen, hogy jelentkeztél, de én ugye mindeközben még mindig a régi munkahelyemen szenvedtem, tényleg egy szenvedés volt, tehát a férjem és a barátnőm napi szinten már többször könyörögtek nekem, hogy mondjak fel, mert tényleg annyira stresszes volt. Viszont június végén eljött az a pont, amikor tényleg besétáltam a munkahelyemre, és volt egy utolsó csepp a pohárban, és közöltem a főnökömmel, hogy jó, akkor én most szeretném beadni a 2 hetes felmondási időmet, ebben a 2 hétben elmegyek szabadságra, ugyanis ez a munkahely, ahol voltam, ő náluk olyan szerződés volt, hogy vagy kiveszed az összes szabadságodat, vagy elveszíted. Úgyhogy én kivettem azt a 2 hetes szabadságot, a férjemmel megbeszéltük, hogy nyáron nem keresek munkát, mert tényleg lelkileg jöjjek helyre, pihenjem ki, és majd amikor készen állok, akkor újra munkát keresek. Tehát tényleg 7-8 hónapon keresztül rengeteg interjúm voltam túl, csalódott voltam, és tényleg úgy voltam vele, hogy megbeszéltük, hogy minimum szeptemberig nem kezdek munkát keresni. Majd a Facebookon az egyik helyi munkakeresős csoportban megláttam egy hirdetést, hogy egy startup cég, igazából már nagyon nem is startup, mert több mint egy éve alakultak, egy úgynevezett office coordinator-t keres, tehát egy olyan szemét,
aki koordinálja a dolgokat és kézben tartja a dolgokat az irodában, jó logisztikában, aki a schedule-öket megszervezi, tehát hogy mikor kell menni melyik klienshez, mikor jönnek be az irodába az új kliensek, az invoice-okat, tehát a számlákat ki kell küldeni, tehát mindent úgy kézben tartani. És úgy voltam vele, hogy jó, hát elküldöm az önéletrajzomat, de hát úgysem fognak visszaírni, már megszoktam. Majd két nappal később felhívtak, behívtak egy interjúra, és közölték velem, hogy ők szeretnének felvenni, ugyanis nagyon szimpatikus voltam nekik, valamint a legjobb az egészben, hogy azt a bérezést, amit én kértem, azt meg is adták nekem. Ez a cég egyébként nagy váltás volt nekem, mert ugye én egy nagy multinál dolgoztam, tehát multiból mentem úgymond egy kis céghez, és ennél a cégnél azzal foglalkozunk, hogy zuhanyzó üvegeket helyezünk be, antik tükröket szerelünk fel, konyhaszekrényekbe üvegeket szerelünk be, és én semmit nem tudtam erről az egész dologról, tehát nekem ez annyira új volt, ők pedig annyira megértőek voltak, és tényleg a mai napig olyan türelmesen elmagyaráznak nekem mindent, ki szoktunk menni a fiúkhoz, a főnökömmel, megnézni, hogy hova rakják be a zuhanyzó üveget, hogy néz ki a ház, milyen az új kliens. Tehát ez az új munkahely egy hatalmas nagy fordulat volt az életemben, ugyanis bármit el tudtam volna képzelni magamnak, csak azt nem, hogy én úgymond építkezésekre fogok járni, és zuhanyzó üvegekkel fogok foglalkozni. Egyébként nagyon érdekes, nagyon sok újat tanultam meg erről az egészről, úgyhogy most már lassan 2 hónapja vagyok náluk. Tényleg most már úgy érzem, hogy az életem is úgy, meg a lelkivilágom is úgy helyre billent velük. Teljesen nyugodt életem van, nyugodt munkakör, nyugodt légkör, egyelőre ugye érdekes. Ugye azt szokták mondani, hogy minden munkahely az első 3-4 hónapban érdekes, és addig, amíg mindent meg nem tanul az ember vele kapcsolatban. De most már tényleg úgy érzem, hogy túl vagyok ezen a stresszes időszakon, és készen állok arra, hogy a videókat újra elkezdjem nektek gyártani. Viszont azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy most már egy kicsit másabb jellegű videókat fogok készíteni, mint amelyeket korábban, mert bár a régi videóimat sokkal jobban szerettem, amelyeknek utána kellett járni jobban, utána kellett nézni új információkkal, szolgáltam nektek is, mint Texasról, mint az USA-ról, viszont azokon úgy vettem észre, hogy nem olyan nagy a nézettség, annyira nem érdekelni az embereket. Úgyhogy lehet, hogy áttérnék az ilyen vlog jellegű videókra. Még nem csináltam vlogokat, vagy talán egyszer vagy kétszer, hogyha csináltam vlogot, úgyhogy meglátjuk, hogy hogy fog menni, milyen lesz. Majd írjátok meg esetleg azt is, hogy ha nektek van videó ötletetek, ugyanis nagyon szívesen készítek. Úgyhogy ebben a mai videóban úgy gondoltam, hogy belevágok egy kis részt abba, hogy hogyan is zajlik egy munkanapom, miket csinálunk, hogy néz ki az iroda, hogy megnézhessétek, és akkor lehet, hogy néha majd lesz ilyen kis egy nap velem, ha esetleg érdekel titeket, írjátok meg tényleg a kommentek közé. A sötétség senkit ne tévesszen meg, reggel 6 óra múlt. Most már ugye beköszöntött ez a nem szeretem idő, egyre később kell a nap, és egyre hamarabb nyugszik. Ez az az idő, amit egyáltalán nem szeretek. Megmondom őszintén, hogy a halálom sötétben vezetni, nem tudom, ti hogy vagytok vele, én gyűlölöm. Főleg itt Texasban, ugyanis szerintem ezt már egy régebbi videómban egyébként említettem, de itt élveznek távolsági fényszóróval vezetni az emberek, még akár lakott területen belül is, úgyhogy én ettől tényleg ki vagyok.
munka előtt beszaladok a boltba, veszek egy csokor virágot az irodába, valamint a főnököm megkért, hogy vegyek pumpkin spice-os kávét, és hát mi a férjemmel csak kávéba valónak hívjuk, de ilyen creamer, majd megmutatom, hogy hogy néz ki, ugyanis most már egy pár hete, ugye még augusztus közepén, most ugye szeptember első hete van, úgyhogy még augusztus közepén már kipakolták ezeket az őszi ízeket, és a főnököm teljesen oda van, meg vissza van ettől a pumpkin spice-tól. Én nem tudom, mi ez a nagy őrület itt az amerikaiak között. Megkóstoltam egy jó párszor, nekem nem tetszik. Menjünk be a boltba, vegyük meg a virágot és a kávéba valót, aztán irány dolgozni. A múlt héten ilyen napraforgós virágcsokrot vettem, úgyhogy most valami teljesen másfélét szeretnék. Valami színesebbet. Hát szegfűt azért annyira nem, mert ez valahogy nem. Úgy döntöttem, két különböző virágcsokrot veszek, és majd összeállítom egybe. $4 darabja egyébként. És akkor ugye ez a kávéba való, amiről beszéltem, de úgy látom, hogy már a karácsonyi ízek is kint vannak, így szeptember elején. Mi egyelőre maradunk a tökös íznél, én is azt kért a főnököm, úgyhogy meg is veszem, és indulás dolgozni. Cég egyébként leginkább ezekre a keret nélküli zuhanyzó ajtóknak a beszerelésére fókuszál. Ugye ez nyílik mind a két irányba, de lehet ilyen slider door is, tehát amelyeket így el lehet így oldalra húzni. Az én személyes kedvencem pedig ez a zuhanyajtó lenne. Azt meg kell, hogy jegyezzem, hogy nem a legolcsóbb árkategóriás zuhanyajtók közé tartozik, mert hello, Texasra jellemző, hogy ilyen kis állatkákat lehet találni mindenhol, ő az ablakon kívül van. Megpihen itt nekünk a meleg párás időben, de térjünk vissza a zuhanyra. Szóval neki az érdekessége az, hogy ez a fekete minta, ez amikor készítik az üveget, ezt belenyomtatják. És ezt a mintát egyébként olyanra kérheti a kliens, amilyenre szeretné, tehát nem muszáj, hogy ilyen kockás legyen. Viszont, mint mondtam, nem olcsó, tehát ilyen $2500-nál kezdődik az ára. És ettől felfele a határ, a csillagos ég. És ugye itt vannak azok az üvegek, amelyeket konyhaszekrénybe, kredencbe lehet kérni. Ezt is így a fiúk megcsinálták, hogy ki lehessen nyitni, mintha egy konyhaszekrény lenne. És így a vevő könnyebben tud ugye választani. Mostanában nagyon divat lett ez a régi típusú tükör is egyébként. Elég sokan szokták ezt is rendelni. Most például van egy megrendelőnk, aki a konyha szekrényébe szeretné ezt rakni, méghozzá úgy, hogy ugye a konyha szekrény hátlapjába legyen. Ez a régi TV típusú tükör, tehát így az edények mögött lesz majd. És ugye árulunk tükröket is, tükörkereteket. Ezeket pedig egyedileg készítik. Mivel a cég még tényleg viszonylag újnak számít, magát a showroomot is, vagyis ezt a bemutató termet a fiúk úgy 4-5 hónappal ezelőtt nyitották meg egyébként, tehát még mondjuk úgy, hogy félkész állapotban van.
de most már együtt csinosítgatjuk, szépítgetjük, és amint kész lesz, megígérem, hogy megmutatom nektek. Itt van a gát, itt szoktam gyalogolni a bédidőben, már amikor az idő megengedi, és majd a gátról megmutatom az erdős sétányt is. Az is nagyon gyönyörű szép egyébként. Akik az Instagramon követnek, és szokták a sztoriaimat nézni, azoknak ez a hely itt a folyó mellett már ismerős lehet, ugyanis amikor nem a gáton sétálok, akkor oda szoktam lemenni, és a folyó mellett szoktam sétálni, de majd készítek arról is egy videót, mert tényleg egy nagyon gyönyörű, szép hely. Tegnap délután, amikor a videót vettem fel, már nem tudtam elköszönni tőletek, ugyanis kicsit telt ház lett itt a munkahelyemen. Utána pedig rohantam haza a boltba bevásárolni, megfőzni a mai napra, úgyhogy most szeretnék tőletek elköszönni, most szeretném még egyszer megköszönni azt, hogy itt maradtatok velem, és továbbra is érdeklődtök, szeretitek a videókat. Amennyiben tényleg bármilyen ötletetek, kérdésetek, észrevételetek van, azt írjátok meg alulra a kommentek közé. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, és legyen gyönyörű, szép napotok. Sziasztok!